Asztalok teltek meg levendulával, amelyekből különböző kreatív kézműves díszeket készíthettek az érdeklődők a Paksi Levendula napon. A programot idén a Nyúldombon rendezték meg pénteken. A Paksi Kertbarátok Egyesülete ezúttal is készült. A kisebbek koszorút fonhattak és illatosítókat is készíthettek a növényből. Tavalyi évben nagyon ötletes alkotásokat készítettek a gyerekek, gyurmából kis sűrniket, amiket végül is a levendulával díszítettek, tehát ezért most hoztunk gyurmát, kis üvegeket, amiben tényleg egy ötletesen készíthetnek alkotásokat a levendulából, amit otthon is ugye szépen díszítik a szobájukat, vagy a lakást. Vászontáskákat is díszíthettek a gyerekek a kincskereső gyermekkönyvtár állomásánál, továbbá a helyi termelők levendulás portékáiból is lehetett válogatni. A térzene program keretében pedig a Holló Együttes is fellépett a Levendula napon. A programokra délelőtt 10 órától délután 5 óráig várták az érdeklődőket. Jól sikerült a rendezvény, idén is sokan kilátogattak. A helyszín is nagyon jó választás volt, mert ebbe az árnyékos fás részen sokkal jobb volt az időjárás is, a kézműveskedéshez is, meg a vásárlásokhoz is. A kertbarátok készült nagyon sok kézműves ötlettel, illetve a kincskereső könyvtár volt délelőtt. Náluk lehetett vászontáskát, illetve különböző rajzokat, színezőt készíteni, és az árusok foglaltak még itt helyet a többi pavilonban különböző lila színű termékeikkel. A városban található levendula bokrokat is bevonták a programba. A héten bárki szabadon szüretelhetett a kijelölt helyekről. 14 helyen lehetett szedni levendulát, ugye a város több pontján, tehát a lentiek is tudtak, meg akik fent laknak, ők is találtak olyan helyet, ami könnyen megközelíthető számukra. Hagytak még a bokrokon levendulát, de elegendő volt a mennyiség, amit szüreteltünk, meg amit hoztak magukkal. A szervezők jövőre is tervezik a levendulanap megrendezését, szélesebb kínálattal és több programmal.